A közbiztonsága a polgárok és a városvezetés számára is vitális jelentőséggel bír. Alapja a békének, a fejlődésnek, a jólétnek és a szebb jövőnek. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Maglai Jenő Szabadka polgármestere azt a lakossági fórumot, amelyen Nebojša Stefanović Szerbia belügyminisztere is részt vett. Miniszter úrnak külön köszönet jár, hiszen kevés olyan magas tisztségviselő van az országban, aki igazából ilyen módon közvetlenül kommunikál a polgárokkal, és azt mondom, hogy jó példa. És igazából azt mondom, hogy dicsérendő példa arra vonatkozóan, hogy miniszter úr személyesen eljött a legközelebbi munkatársaimmal, és első kézből fog válaszolni a feltett kérdésekre, vagy megismerkedik az esetleges problémákkal. Ilija Máravitja a Városi Képviselőtestület nevében köszöntötte a minisztérium küldöttségét, és megjegyezte, ez az első alkalom Szabadka történelmében, hogy a belügyminiszter személyesen látogat el a városba, és közvetlenül áll a lakosok szolgálatára. Veoma važno da istaknemo da je Subotica specifičnija u odnosu na druge gradove, da je Subotica multietnička, multinacionalna, multikonfesionalna sredina, sredina u kojoj godinama žive u miru i Srbi i Mađari i Hrvati i Bunjevci, ali u ovom koloritu različitosti koji mi često ističemo kao u pozitivnom smislu, naravno, veliki doprinos imaju naši policijski službenici, policijska uprava u Subotici, koja ima osjećaj za rad, za sprovođenje zakona na terenu, više, rekao bih, u odnosu na druge. Nebojša Stefanović minden héten más-más városba, illetve községbe látogat, hogy ott megismerje a közösséget érintő közlekedési, illetve közbiztonsági gondokat. Szabadkán beszélt azokról a törvénymódosításokról, amelyek a polgárok fokozott biztonságához és a rendőrség hatékonyabb munkájához járulnak hozzá. A rendőrség célja az irántuk érzett bizalom visszaszerzése kell, hogy legyen. Koju nikad ne želim da čujem i to sam zabranio uopšte bilo gde da ja mogu da zabranim, da nikad ne kažu ljudima to nije moja nadležnost. Kada nam se ljudi obrate, ne obraćaju nam se zato što im je lako i zato što nisu imali šta pametnije, obraćaju se zato što je teško i obraćaju se zato što su nas izabrali da rešavamo probleme. A szabadkaiak több kérdést is intéztek a belügyminiszter felé. A lakossági fórumon szó volt a kóborkutyákról, az iskolák közelében tapasztalható közlekedési viszonyokról, a fegyverekről és pirotechnikai eszközökről, valamint az évek óta megoldatlan súlyos büntettekről is.